Ha lehet, árnyékba. Biztos megint csőtörés. Tépik fel az aszfaltot. Annyira nem bírom az ilyet. Na mi újság, Edgar? Már megint ez a hülye morzézés. Addig jó, még egymás törik. Hát ezt elbukta. Te is tudod, hogy nem tudom megtudni. Van hosszú eligazítás, meg rövid, meg közepes, úgyhogy nagyon szépen kérlek, ne kérdezz meg többször, hogy mikor végzek. Az iskola pszichológus hétfőn vár mint. Ne kezdd már előről, légy szíves, jó? Ajtó. Mi ez a morzsa? Mondtam, hogy az autó az nem étterem. Szeretné, hogy te is ott legyél.
Tudod, hány ilyen idiótát látok minden héten? Nem ennek az ilyen pszichológushoz, az meg felírnak egy marék bogyót, aztán meg leugrálnak a hidakról, vagy Pride-on felvonulnak apáca ruhában. Tényleg ezt akarod, hogy ilyen legyen a fia? Tomi eltörte a kis tökert szemüvegét. Mi szerinted hagynia kellett volna, hogy anyázzák? Tomi, figyelj! Sose hagyd, hogy baszakodjanak veled, jó? Oké. Na, veszek neked egy új táskát, olyat választasz, amilyet szeretnél. Ugye aztán azt is felgyújtsanyadtak. Akkor majd bemegyek az igazgatóhoz, jó? Nézést egy percre. Van egy kis elmaradás a havidíjjal. Tudnánk valamikor rendezni? Elmaradás? Valójában 10 nap, és már szóltam. Egy-két nap belefér, a héten meg lesz. Ne, 2 éve itt parkolok. Én nehogy a piros Wunderbaum már gyere itt nekem. Akkor ezen a héten, ha lehet. Apa, nézd! Üdvözlöm. Szeretnék parkolni. Jó helyen jár. Mennyi időre? Nem tudom, még 1-2 hét talán. Hova lehet állni? Ahogy érzi. Amelyik hely hívogatja. Na, az ott tökéletes lesz. Oda nem lehet. Azt mondta, oda állok, amelyik hívogat. Azt leszámítva. Tehát üres. Vagy az foglalt? Rengeteg hely van azon kívül is. Ember az Isten szerelmére, hát nézze már meg ezt az autót. Ennek védett hely kell. Galambok, eső, vakolat, hát érti? Értem. De oda akkor sem lehet. Mondjon egy összeget, és lépjünk túl ezen, jó? Értem én, többet kér a többnél, erről van szó. Rendben van. Kifizetek 2 helyet, és akkor megkapom azt. Ez így jó? Most akkor megy, vagy marad? Egy hónapot kifizetek. 12 000, de ráér péntekig. Cég ajándéka. Cég? Ki rendesen fizet, és betartja a szabályokat, zöldet kap. Ki nem, pirosat, és máshol parkol. Mi a biztosíték, hogy nem esik baj a kocsimnak? Én vagyok a biztosíték. Tehát garantálja az épségét. Igen. A szavát adta.
Mehet. La lámpara es de... A tető alatt nem is parkol senki. Ez az a dolog, amit nekünk nem kell megbeszélni. Nem, értem. Tehát a főnöki a hely. Jó, rendben van. Akkor a főnökével akarok beszélni. Mert vele biztos, hogy meg tudok állapodni. Kérem, adja meg a telefonszámát. Most. 0620 9416 1193. De ismeretlen számokat nem szokott felvenni. Bármilyen furcsa, de téged kerestek, légiós. Na nézze, magának ezt nem kell tudnia, honnan tudhatná, de... Nekem ez az autó, ez nagyon fontos. Ez olyan, mintha... Ne? Ez úgyse érti. De, pontosan érti. Nem, nem érti, mert ha értené, akkor nem utasítana vissza. Te, légiós. Ha engem kérdezel, ez bármennyit kicsengetne azért a helyért. Óriási baromság lenne nem lehúzni csak úgy. Látod, Bernie, ezért nem kérdezlek. Nem szeretem Indiát. Nyugtalan itt. Léptessem. Kanada? Hadsem. Már úgy is menni készültem. Akkor holnap. Jó éjszakát. Küldi. Köszönöm. Szívesen.
Mutatnék valamit. Rendben. De ahhoz be kéne ülni a Mustangba. Szeretném, hogy érzékelje belülről a dinamikáját, amikor mozgásban van. Miért is? Mi megbeszéltük, hogy elviszem. El tudnám mondani, akkor nem kérném, hogy üljön be. El fogunk késni. Gyere, Tony. Elvigyük őket? Nem probléma. Biztos örülnének, és a gyerek se késnál a suliból. Elnézést! Elvihetjük? Mama, hagyj üljek előre! Léci! Annyi voltam, mint te, az autós kártyában mindent ez ütött. Légiós, tényleg? Magának melyik volt a kedvence az autós kártyában? Nem emlékszem. Nem már, légiós, arra mindenki emlékszik. Innen kölyök, oda van a kocsikért. Mindig azt mondta az apám, fiam, rád 9 hónapot vártam, a Skodára 5 évet. Minden héten le kellett most mennem. Télen is. Úgyhogy nem vagyok oda az autókért. Látja, hát már is van egy közös pont. Nekünk is Skodánk volt. De én már akkor tudtam, hogy egyszer veszek egy ilyet. Tasz, szuper volt. Köszönjük a fuvart. Ne törődj velük. Jöjj a légiós, üljön előre, hazaviszem. Viszlát. Elveszett vonatok minisztériuma. Azt ezt persze már megszüntették. Manapság már senki nem törődik a veszteséggel. Például a szállítmányozásban. Az elfogadott, hogy minden 10 000 tételből 3 nem ért célba. És akkor fizet a biztosító. Én meg azt mondom, hogy kérem szépen, nem! És 16 éve, amióta én ezt a céget csinálom, egyetlen küldemény se veszett el. Komolyan mondom, már várom, hogy egyszer az egyik nem ért célba, mert az olyan lenne, mint egy rejtvény. Valahol valaki valamit elrontott. Na, mert mi a lényeg? Mindig van egy A pont, és van egy B pont. A pont a probléma, B pont a megoldás. És a kettő mindig összeköthető. Még akkor is, hogyha mások azt mondják, hogy nem. Na, ezt szeretem a szállítmányozásban, hogy minden nap le lehet győzni a lehetetlen, és le is kell győzni a lehetetlen. Mindent megmutatott. Nem sokan ültek még abban az ülésben, azt ugye tudja? De a tető alá soha nem fog beállni. Ez a Mustang már réges-régen beállt oda, csak nem hajlandó tudomásul van. Thank you.
Ilyen hamar véget ért a suli. Kérsz egyet? Hogy történt? Öngyulladás. Mi? Attól féltem legjobb a gyerekkoromban. Jól van. Még most is félek tőle. Az ember csak hirtelen hús. Ki tudja mitől. Már lángokban állsz. Harcolunk! Ott ez a macska. Meg akarja támadni a fészket. Akkor most győztünk? Talán. Majd meglátjuk. Szevasztok! Sziasztok! Szevasz, Hakan! Mehetek? Szállam, légiós! Persze, te menjél csak! Köszönöm! Csokolom! A főnökének van rendes neve is? Nem a főnököm. A barátom. Aha. És tényleg megérte az idegen légió? Gondolom, igen. 4 éve jött ide. Előtte nem volt más, itt csak egy gazos üres terek. És előtte mit csinált? Már légió előtt. Arról nem igazán szeret beszélni. Azért télen itt elég hideg lehet. Jó itt neki. Bal lakása, de sosem megy haza. Mondja. Maga járt már Izlandon? Nem is egyszer. Gondolta. És látta a gezíreket? Persze. A Strokk úr például Lazac ívás idején, ez egyszerűen csodálatos. Tej, cukor? Kis tej, 2 cukor. Ez itt magánterület. Csak egy kávét főztem neki. Már megyek is. Ennyire rossz volt? A kávé fantasztikus volt. Még beszéljünk. Mit mondtál neki? Csak Izlandról dumáltunk. Jártunk.
Beszéltem Eszter ügyvédjével. Nyugodj meg, minden a legnagyobb rendben lesz. Nyugodt vagyok. Akkor jó. Évi 20 millió asszonytartást követte el, a Dunaparti lakást és az osztrák villát. Szerintem ez hülyeség. Eszternek levendula pollen allergiája van, úgy sem menne oda soha. A lakásba viszont belementem. A pénz meg kis csökkentéssel talán elfogadható. Plusz felajánlottam nekik a Jeepet. Mit szólsz? Bejelentés érkezett, hogy maga az üzemi helyiséget lakóingatlannak használja. Miféle bejelentés? Lakossági. Szóval? És ez mi közel a fogyasztóvédelemnek? Jegyzőkönyvbe veszük a nem rendeltetésszerű használatot. Kérem a működési engedélyt. És ez? A kávét szoktuk kavargatni vele. Akkor az ANTS engedélyt is legyen szíves. Ott van a mosogató alatt minden papír. Látom, jól ismeri a helyet. Csak nem itt dolgozik. Ő csak egy barát. Nekem ez nem munka. Jönnék akkor is, ha légiós lepadna érte fizetés. Akkor kérnénk az alkalmazott TB kiskönyvét, munkaszerződését és a bérszámfejtését is. Mondd meg a feleségemnek, hogy nem kap semmit. Imre, ez nagyon rossz döntés. Voltál te katona? Tudod, két lehetőségem volt. Vagy szerzek egy papírt, hogy gerincferdülésem van, vagy pedig eljátszom, hogy buzi vagyok. Én a gerincferdülést választottam. És te hogy úsztad meg? Sehogy. Sose szerettem megúszni a dolgokat. Kedves embereknek látszottak. Ellenőrzést kaptak. Fogyasztóvédelem. Micsoda pech. De képzelje, egész véletlenül én ismerem a főnöküket. Mert ha mondjuk bezárnak egy raktárat, vagy felszámolnak egy engedély nélküli húsfeldolgozót, akkor engem bíznak meg a lefoglalt áruk elszállításával. Szóval csak egy telefonomba kerül, és megoldódik a problémája. Tényleg? Ugye most viccel vele? Ha viccelnék, akkor most mind a ketten nevetnénk. Még jó, ne csinál. Szerinted kiküldte ránk az ellenőrzést? Ki akart tiltani? Pontosan. Na, azt az egyet nem teheti meg. Miért ne tehetném? Mert megbízom, egy hónapra előre kifizette a szolgáltatási díjat. A polgári törvénykönyv vonatkozó és iránymutató paragrafusa szerint az egyoldalú szerződésmódosítás vagyoni és nem vagyoni kártérítés von maga után, ha csak el nem áll az egyoldalú szerződés szegéstől. Thank you.
Hol a kocsi? Milyen kocsi? Ne szórakozzon már velem! Hol van? Innen még soha semmi nem tűnt el. Volt az a piros Ferrari. Jó, a piros Ferrari-t leszámítva. Utoljára kérdezem, hol van a Mustang. Mit csinált vele? Ja, az. A Mustang. Jöjjön, megmutatom. Ez egy mocsár. Most még nem is olyan rossz, mint néha. Annyi jó parkoló van a környéken. Bármikor döntett úgy, hogy itt hagy minket. Azt mondta, hogy itt biztonságban van, akkor az ott mi? Garantálta a biztonságát. Erre mit mond? Légiós. Azt, hogy ez nem sérülés. Egy töglött madár az én kocsimon. Nincs is nyoma. Jó, rendben van. Hajlandó vagyok elfelejteni ezt az egészet, hogyha lemossa. Nem. Az egész kocsira gondoltam. Tudja, mint gyerekkorában a Skodát. Szépen, alaposan. A szavát adta és nem tartotta be. Én lemosom szívesen. Nem, Edgar. Nem a mi dolgunk. De, csak mossa le, hogyha akarja, mert ő látja, hogy igazam van. Nincs igazad. Megmondtam az elején. Megmondtam világosan. Ott az a kapu. Azon túl bármit megtehetsz. Itt nem. És tudod, mit nem bírok bennetek? Idejöttök, hangoskodtok és meg akarjátok mondani, hogy mi van. Azt hiszed, hogy neked mindenhol jár az első hely? Ez az én parkolóm. Itt te nem érsz többet. Akkor most összetegeződtünk? Látom, sikerült megfogni a lényeget. Abszolút sikerült. Komoly. Nézzük az oldalt. Azért, mert ide temeted őket. Néhány döglött madár, az többet ér, mint én. Ja, így akarod látni, akkor lágyi. De hát te nem érted, hogy hogy működnek a dolgok, barátom. Húj, hát ezt nagyon nem érted. Nem is kell, hogy értsem. Ez csak egy parkoló. Miért akarsz te többet? Fogadjunk, hogy egy héten belül beállok ide.
Na, fogadjunk, hogy egy héten belül itt fogok parkolni. Pontosan erről beszélek. De komolyan azt hiszed, hogy ott a kapunál megállítod a világot? Hogy itt minden másként lehet? Na hát akkor majd én bebizonyítom neked, hogy nem. Tessék, fogadjunk 4 sörbe, hogy egy héten belül itt fogok parkolni a tető alatt. Vagyok. Minden frankó. Megvan? Aha. Te nem tudsz csinálni fürdés. Persze, semmi gond. Mikor jöjjek vissza? Légiós, az van, hogy te többször nem csinálni fürdés. Miért? Új tulaj. Megtilt, hogy bárki használ zuhanyzó. Nagyon sajnálja. És hogy néz ki az új tulaj? Középöreg, ilyen öltönyös pesti pasa, nagyon furcsa. Képzeld el, azt csinálja, megisz a kávé, és... Öblöget nem... vele, ezt a kiköpi. Igen, te honnan tudja? Jó napot. Elnézést. Történt egy kis baleset. Miféle baleset? Betört egy ablak. Betört egy ablak, nem? De. Az egy fontos ablak nekem. A mi ablakunk. Szabad? Nézd. Köszönöm. Elviszem és megcsináltatom. Micsoda? Amikor reggelente kávézom, innen tükröződik vissza a nap. És napfény nélkül más íze van. És mivel törött... Pont innen tükröződik. De csak 3,5 percig. Úgyhogy figyelni kell az időzítésre. Bocsánat. Mi történt? A fiatalember kicsit gyújtogatott a torna szertárban, és a tűz átterjedt a medicinlabdákra. Jézusom, Tomi! Azt hitték, nem merem visszaadni. Tomi, te felgyújtottad a kis Takács iskola táskáját? Igen. Mit dudálsz? Várjál már! Mi történt?
Az történt, hogy amikor beálltam, minden oké volt, most meg defektes. Ezt nem hiszem el. A szomszéd utcában van egy gumis. Na, náhogy van. Meg is csináltatod. De gyerekkel mit csináljak, mi? Kurva életbe! Jó. Akkor most az lesz, hogy nekem be kell rohannom a kapitányságra. Tomi meg a kocsi itt maradt, 2 óra múlva visszajövök értük. Ez a minimum, ennyi jár. Gyere, ha majd visszajövök, akkor bemegyünk anyu után a súlyba. A gumi pedig kész legyen, mire visszajövök. Sikító, tök lábbás, tej út, vesztő. Ezt üzenték. Kik? Fogalmam sincs. De egyszer rájövök. Mindent elrontok. Hé, ér hibázni. Hosszú, és I betű, rövid. Na, mondom, ismétel meg. Tehát, hosszú, 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 hosszú. Ott tartottunk? Mi volt? Azt hiszik, hogy olyan bármit lehet. Te is azt hiszed? De kemény vagy. Tomi még itt van. Tudom, hogy itt van, nem kell beszólni. Szia, Tomi! Ezt neki hoztam. Majd egy százasod. Ülj le. Pihenj kicsit. Kibasztak, és akkor mi van? Nem ülök le. Meg más nem csinálja, azt hiszed? Kendőpénz. Ki nem szarja le? Na mit gondoltak ezek? Mi lesz? Ennyi pénzért? Havi fixből? Egy családod? Adjál már egy százast. Na, Tomi! Hoztam neked! Elgálom a folyadat, jött is izgéljön. Tudod, mi a törvény? Legyél éles, mint a kés. Megígéred, hogy éles penge leszel. Megígéred? Meg. Jól vagy, Tomi.
Minden rendben? Persze, veszünk rá egy kis sajtót is, ahogy szoktam. Jaj, de jól néz ki. Mi történt? Lent van. Még pihen kicsit. Köszönöm. És az ablakot is. Nincs mit. Mit mondtak a suliba? Keresünk neked egy másik iskolát. Pert akarsz, fel kell készülni egy csomó kínos kérdésre. A bíró nyilván meg fogja kérdezni, hogy mióta nem voltatok együtt, érted, úgy szexuálisan. Mert hogy van neked ez az egészségügyi problémád, és hát ugye... Tényleg tudni akarod? Én nem. Csak hát a bíróság. 3 éve. Értem. Az hosszú idő. Ezért javaslom a közös megegyezést. Csatlakozhatok. Szép táj. Járt ott? Nem az én képeim. Itt hagyták őket. Talán egy mérnök életett a gép. Sok minden itt marad. Aztán sose jönnek érte. Az is. Egy finn metal zenekar. Itt parkolt a kis buszuk. Gondoltam. Északi hangzás, benne van a húrokban. Tényleg? Vicceltem. Légiós. Van rendes neve is.
Régen volt. De most ez is jó. Az ember nem hagyja el a nevét a sivatag. Egyik este a tuaregek elvágták a szakaszt a századtól. 3 napig vártuk a helikoptert. Őrségben voltam. Napok óta nem aludtam. Minden összefogyt, mint egy lázálom. Egyszer csak megjelent egy varjú. Ott ült egy kövön, és engem nézett. Egy varjú. Mondtam neki, hogy menjen onnan, mert eltalálja egy golyó. De a varjú azt mondta, hogy nem megy. Az az ő köve. Ajándékba kapta. Akkor jól tette, hogy védte. Lehet. És aztán? Jött a helikopter, és kivittek minket. De ez most nem úgy van. Nem ingyen csinálom. Fizet érte. Mindenki el akar jutni Izlandra. Csak nem mindenki tud róla. Nincs sok időm. Köszönöm, hogy eljöttél. Ha nem tudunk szépen elválni, akkor majd csúnyán válunk el. Ez a végleges döntésed. Nem fogsz kapni semmit. Ezen már túl vagyunk. Nem, nem vagyunk túl. 3 év alatt egyetlen olyan gesztusod, egyetlen olyan mondatod nem volt, amiből kiderült volna, hogy mi férje és feleség vagyunk. Hogy lettél te ilyen? Úristen, mikor lettél te ilyen? Soha életemben ilyen embertelen módon még nem bánt velem senki. Többé engem nem zsarolsz. Se az életeddel, se a haláloddal. Ilyen egyszerűen történnek meg a dolgok. Most éppen veled. Menj el, jó? Most menj el.
Boldog születésnapot, légiós! Ki gondolta, hogy neked is van? Köszönöm. Boldog születésnapot. Én csak szeretném egyszer megnézni a Strokkort. Izlandi lazac. A bolhapiacon azt mondták. Boldog születésnapot. Boldog születésnapot. Köszönöm. Egy kő. Inkább szikla. Ez van neked nagy nap. De honnan tudtátok? Én szólt a szép asszony, jöjjön, egyen meg téged, ünnepel. Ez volt a öreg halász, bőni jön magától. Hakan megfőz mindenki. Gyere leteríteni a terítőt. Gyere légiós, te is üljél le. Hal fekszik salátaágy. Van nagyon finom. Ildikónak? Hú, ez van konyha költészet. Ezer egy éjszaka, értette? Tominak? Baklava hervasi. Asztal! Minden török gyerek nagy kedvence. Börninek egy girosz. Én csak ezt. Örülje, hogy kapu valami. És légiósnak pedig születésnapi gerle pecsenye. Szereted ezt? Arok szílete! Ez meg mi? Hakan! Légió! Mi a faszmája van? A főnök hozta gerle, én meglepődni téged születésnapja. Főnök mi? Ha? Boldog születésnapot. Vidd el a kocsit. Emlékeztetem, hogy ügyfelemnek érvényes szerződése van. Figyelmeztetem, hogy nem törhet be ide csak úgy. Tibor, magunkra hagynál minket egy pillanatra? Biztos?
A helyzet az, hogy nekem 3 éve leállt a vesém. Azóta 2 naponta dialízisre járok. Rákötnek egy gépre, és mossák a vérem. Kimossák a salakot. Ezt így mondják, hogy a salakot. Folyadékot alig ihatok, 2 decit egy nap. Azt tudod mi? A szomjúság. Gondolom, volt benne részletes ivatag. Ez az, amit nem velem kéne megbeszélned. Én mégis veled fogom megbeszélni. Hogy ez a sosem múló szomjúság, ez mindig jelen van. Az orvosok persze azt mondják, hogy ezzel hosszan ki lehet húzni, de azért mégis inkább olyan, mintha már halott lenni. Még nagyon is élsz. Ha? Egy üveg sörtől rosszul lennék, 2-től elájulnék, 3-tól szétrobbanna a vesém. Kampó. 4 órán belül. De minden szenvedéshez hozzá lehet szokni. Tehát még ezt is le lehet győzni. Nem érted? Csak neked van veszíteni valód. 24 órát kapsz, hogy elmenj a parkolomból. Annyi pont elég is lesz. Jól van, nem kell félni. Apu nem rád haragszik. Akkor most ebből is tanultunk valamit. Jegyezd meg, hogy ez egy háború. Ne bízz senkiben ebben a rohadt életben. Megjegyezted? Ezt mégis hogy képzelted? Mi lesz? Egy parkolőrrel? Egy koszos lakókocsiban? Szarrá dolgoztam magam, hogy legyen egy normális életünk, egy normális családunk, egy normális lakásunk, normális kocsink. Nektek, nem magamnak, nektek. És erre mi van? Oda bent kinyírnak, hazajövök, és akkor te tekered a nyakamra a kötelet? Te mit gondoltál? Ezt hogy magyarázod meg a gyereknek? Hogy? És hol vagyok ebben én? Hol vagyok? Engedd el! Percig is belegondoltál, hogy gyerek mi van? A
Sajnálom, az én hibám. Csak kérdezgetett rólad. Hogy voltak régen a dolgok? Ha tudom, hogy ezt akarja, nem mondok neki semmit. Megvan már a repülőjegyed? Jövő kedden indulok. Akkor menj. Nehogy lekést. Milyen kép ez? Régi. Nagyon régi. És nem kéne ott lennie. Gyere. Várj meg itt. Tudod, a mentősök, ha terhes nőt kell újraéleszteni, mindig az anyát veszik előre. És ha már biztosak benne, hogy az anya meghalt, csak akkor veszik ki a hasából a gyereket. Esélyük sem volt. A gázoló pedig megúszt egy felfüggesztettel.
tudod, azt élveztem végignézni, ahogy darabjaira hullik a kis hazug világod. Meg te ugyanis becsaptad magad, barátom. Mert az nem létezik. Én is nagyon sokáig hittem benne. Én is kerestem ám mindenhol. 3 hónapig meditáltam fönn a Himaláján egy kolostorban. Tudod, hogy milyen hideg van? Én végigcsináltam az El Camino-t. Áthajóztam az óceán tök egyedül egy vitorláson, és nem volt sehol. Érted? Sehol. Te meg be akartad nekem bizonyítani, hogy ez itt van pont az ablakom alatt, hogy ez létezik. Legyen úgy. Nyertél. De az csak egy parkoló. Így van. És ezért fogod odaadni nekem azt a helyet a tető alatt. Mert nincs remény, nincs harmónia, nincs tökéletes világ. A pont van meg B pont. Szín tiszta logisztika, a többi az álom. Tiéd a parkoló. Odaállsz, ahova akarsz. Üdvözlöm. Segíthetek? Parkolni szeretnék. Jó helyen jár. Mennyi időre? 1-2 hét, még nem tudom. Majd meglátom. Jó van, majd eldönti. Hova állhatok? Ahogy érzi. Amelyik hely hívogatja.
Gyertek. Ne törődjetek a rendetlenséggel. Gyertek. Mindjárt összeszedem. Szól, pihengetsz. Ja, minden oké, mi? Légiós, mit érez most a nagy erő, mi? Nézd már rám, bazd meg! Azt hiszitek, hogy velem mindent lehet? Hogy mindig velem, bazd meg? Nézd már rám! Akkor dögölj meg így! Igen. Jó estét. Maga az a bizonyos légiós? Én vagyok. Rendes neve van? Bonár Vince. Mi történt? Gondoltam, maga majd elmondja. Elsőre elég cifrának tűnik, hogy volt rendőr egy lakókocsiban lelő egy hullát. Fogalmam sincs, hogy erre jogilag hogy fognak gombot varni. Na. A maga vallomását azért fölvenném. Ennek valamit? Hát, ha jól értem, akkor 4 lapát almafüst. 4 lapát almafüst? Ez igen. Ez mit jelent? Erre neked kell rájönned. Köszönöm. El kell magyaráznom, hogy mi volt tegnap. Igen. Nem lesz könnyű. Tudom. De most csak ígyuk meg ezt.
Köszönöm, hogy... Arról volt szó, hogy megisszuk. Igaz? Ezt hiszem, nem megyek többé vissza a parkolóba. Hé, arról volt szó, hogy csöndben maradok.